Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők.

Ékszerrablás a Grand Metropolitanben. Poirot, szólaltam meg, jót tenne magának egy kis levegőváltozás. Gondolja, Monami, biztos vagyok benne. Aha, mosolygott a barátom, szóval már el is van intézve. Eljön hát? Hová akar vinni? Brightonba, a minap kaptam egy jó tippet egyik üzletember barátomtól, aki a Cityben dolgozik, és nos, most égeti a pénz a zsebemet, ahogy mondani szokás. Szerintem az lenne a legjobb, ha egy hétvégét a Grand Metropolitanben töltenénk. Köszönöm, és hálásan fogadom. Milyen jó a szíve, hogy így gondol egy öregemberre, és a jó szív végső soron ér annyit, mint a kis szürke agysejtek. Igen, igen, én mondom ezt, aki néha már-már megfeledkezik erről. A célzás nem esett jól. Azt hiszem, Poáró hajlamos olykor kisé alábecsülni mentális képességeimet. De most látszott rajta, hogy örül. Félretettem hát ezt a kis bosszúságot. Akkor hát ezt megbeszéltük, mondtam sietősen. Szombat este már a Grand Metropolitanben vacsoráztunk, sok jókedvű ember között. Úgy tűnt, mintha a fél világ Brightonban üdült volna feleségestül. A hölgyek álomszép ruhakölteményekben pompáztak, és ékszereiktől káprázott a szem. Bár néha inkább csak kösszemlére őket, mint jó ízléssel viselték. Áj, milyen kellemes látvány, mormult a poáró. Ez aztán a nyerészkedők fellegvára, nem igaz, Hastings? Úgy valahogy, feleltem, de azért reméljük, itt sem mindenki csak nyerészkedéssel foglalkozik. Poáró nyugodtan körülnézett. Hogy ennyi ékszert látok, szinte már azt kívánom, bár csak inkább bűnözésre adtam volna a fejemet a detektív hivatás helyett. Micsoda remek alkalom ez itt egy első osztályú tolvaj számára? Nézze csak Hastings, az oszlop mellett azt a kövérnőt. Vastagon beborítják a drága kövek. Követtem a tekintetét. De hiszen az Mrs. Opelsen, kiáltottam fel. Ismeri? Egy kicsit. A férje gazdag tőzde ügynök, aki nem régen az olajár robbanáskor szerezte a vagyonát. Vacsora után a halban összetalálkoztunk az házas házaspárral, és én bemutattam nekik poárót. Csevettünk pár percet, majd végül együtt ültünk le Poáró néhány dicsérő szót szólt a hölgy terjedelmes keblén kiállított drágább égkövekről, mire az rögtön felé lénkült. Ez a szenvedélyem, Poáró úr! Egyszerűen imádom az égszereket! Ed ismeri a gyengémet, és mindig, mikor jól mennek a dolgok, hoz nekem valami újdonságot. Önt érdeklik a drága kövek? Volt már rá példa, hogy behatóan foglalkoztam velük, a hivatásom kapcsán közelébe kerültem néhány világhírű ékszernek. És mesélni kezdte, persze diszkréten, álnevekkel, egy uralkodóház ősi ékszereinek történetét. Mrs. Opelsen pedig lélegzett visszafolytva hallgatta. Na hát, kiáltott fel a történet végén, akár egy színdarab. Tudja, van nekem is egy gyöngysorom, aminek megvan a maga története. Azt hiszem, hogy a világ legszebb gyöngysoraként tartják számon, mert olyan gyönyörűen illenek benne egymáshoz a gyöngyök, és hibátlan a színük. Muszáj felszaladnom érte, lehozom. – Asszonyom! – tiltakozott poáró. Ön túlságosan is a kedvenben akar járni, nem szeretném fárasztani. – De most már feltétlenül meg akarom mutatni önnek! – a telt dáma kifejezetten fürgén tipegett oda a lifthez. A férje, aki addig velem beszélgetett, most kérdőn nézett poáróra. Az önneje annyira kedves, ragaszkodik hozzá, hogy megmutassa nekem a gyöngysorát, magyarázkodott Poáró. Á, a gyöngysort, mosolygott Opölszen elégedetten. Hát, az tényleg érdemes is megnézni. De voltám ára is, Mindegy, a pénz jó helyen van benne, akármikor megkapom érte, amibe került, még lehet, hogy többet is. Elképzelhető, hogy rákerül a sor, ha a dolgok így mennek tovább. A cityben átkozottul kevés a pénz, ez a pokoli kamatadó. És ezen a csapáson folytatta tovább, olyan szakmai finomságok felé kalandozva, ahová már nem tudtam követni. Egy kis kifutó fiú szakította a félbe, aki odajött hozzá, és valamit súgott a fülébe. – Hogy? – Micsoda? Ja, – Megyek. – De nem lett rosszul, ugye? – Bocsánat, uraim. Kurtán furcsán otthagyott bennünket, poháró hátradőlt és rágyújtott kis orosz cigarettái egyikére. Aztán pedig nagy gonddal, módszeresen, szépen sorba rakta az üres kávéscsészéket, és az eredmény láttán boldog mosoly terült szét az arcán. Múltak a percek. Az házas pár nem jött vissza. Különös, jegyeztem meg egy idő után. Mikor jönnek már? Poáró elnézte a felfelé gomolygó füstöt, és azt mondta elgondolkodva. Nem fognak visszajönni. Miért? Azért, barátom, mert történt valami. Mi történt? És honnan tudja? kérdeztem kíváncsian. Poáró elmosolyodott. A szálloda igazgató néhány perce sietve jött ki az irodájából, és felszaladt az emeletre. Nagyon izgatott volt. A liftes fiú beszélgetésbe merül az egyik kifutó fiúval. A liftet már háromszor is hívták a csengővel, de ő oda sem figyel. Harmadszor pedig még a pincérek is szórakozottak, és egy pincér akármitől nem lesz szórakozott. Poáró megcsóválta a fejét, és látszott, hogy biztos a dolgában. Egész biztos, hogy komoly az ügy. Aha, igazam van, már itt is a rendőrség. Két férfi lépett be a szállodába, az egyik egyenruhában, a másik civilben. Megszólítottak egy kifutó fiút, aki azonnal az emeletre kísérte őket. Pár perccel később ugyanez a fiú lejött és odalépett az asztalunkhoz. Mr. Opelsen üdvözletét küldi, és kéri, hogy legyen szíves felmenni. Poáró gyorsan felugrott, mintha már várta volna a hívást de követtem én is, nem kevésbé élénken. Opölszenék lakosztálya az első emeleten volt. A kifutó fiú kopogott be, de azután visszavonult, és csak mi léptünk be, amikor felhangzott, tessék. Furcsa látvány tárult elénk. A helyiség Mrs. Opelsen hálószobája volt, melynek közepén egy karosszékben maga a hölgy terült el, erősen zokogva. Egészen elképesztő látvány volt, ahogyan a könnyek mély árkokat vájtak az arcát vastagon befedő púderba. Opelsen dühösen járkált fel és alá. A két rendőrtiszt a szoba közepén állt, egyiküknek jegyzett füzet volt a kezében. A kandallónál egy szemlátomást halálra rémült szállodai szobalány volt, a szoba másik sarkában pedig egy francia nő, aki Mrs. Opelsen komornája lehetett. Ő olyan hevesen bőgött és úgy tördelte a kezét, hogy szinte még az asszonyán is túltett. Ebbe a ricsajba lépett be Poirot elegánsan és mosolyogva. Erre Mrs. Opelsen olyan energikusan ugrott fel a karosszékéből, ami igazán meglepő volt az ő súlycsoportjában. – Tessék! Ed mondhat, amit akar, de én hiszek a szerencsében. Meg volt írva a sors könyvében, hogy éppen önnel kellett itt ma este találkoznom, és erősen érzem, hogy ha ön nem tudja visszaszerezni a gyöngyeimet, akkor senki. Kérem, madám, nyugodjon meg, paskolt a poáró megnyugtatóan a hölgy kezét. Higgyen a megérzésének, minden rendben lesz. Erkül poáró majd segít. Opölszen odafordult a rendőrfelügyelőhöz. Nincs kifogásuk ellene, ha az ügybe bevonom ezt az urat itt? Nem, egyáltalán nincs, felelte udvariasan, nem, teljesen érdektelenül a rendőr. Talán most, hogy a felesége már jobban van, elmondja nekünk, hogy mi történt? Mrs. Opelsen tanástalanul nézett Poáróra. Poáró visszakísérte a hölgyet a székhez. Foglaljon helyet, madám, és mondja el nekünk az egész történetet, de már ne izgassa fel magát. Mrs. Opelsen, hogy így rászóltak, óvatosan megtörölte a szemét, és belekezdett. Vacsora után feljöttem, hogy levigyen megmutatni a gyöngysoromat az itt álló poháró úrnak. Mint mindig a szobalány és Szélesztín is a szobában voltak. Bocsásson meg, madám, de mit ért azon, hogy mint mindig? Opelsen szolgálta magyarázattal. Azt vezettem be szabályként, hogy ebbe a szobába senki be nem léphet, csak ha Szilesztín a komorna is itt van. A szobalány tehát reggel úgy rak rendet a szobában, hogy Szilesztín jelen van, és vacsora után megágyazni is csak ugyanilyen feltételek mellett jöhet be, különben soha nem jön a szobába. Ahogy már mondtam, folytatta a Mrs. Opelsen, feljöttem. Oda mentem ehhez a fiókhoz, mutatott rá a pipere asztal jobb alsó fiókjára, kivettem az ékszeres dobozomat, és kinyitottam a kulcsal. Minden olyan volt, mint máskor, csak hogy hiányzott belőle a gyöngysor. A rendőrfelügyelő buzgón jegyzetelt a noteszába. Mikor látta a gyöncsört utoljára? kérdezte. Ott volt a dobozban, amikor lementem vacsorázni. Biztos benne? Egészen biztos, mert tétováztam, hogy felvegyem-e a vacsorához. De végül egy másik, egy smaragdnyakéket választottam, ezt meg visszatettem a dobozba. Kizárta be az égszeres dobozt? Én a kulcsot egy láncon itt a nyakamban hordom, mutatta fel. A rendőr felügyelő megnézte, aztán megmondta a vállát. A tolvajnak nyilván volt a kulcsról másolata. Nem nehéz ilyet készíteni. Elég egyszerű zár. Mit csinált azután, hogy bezárta az ékszeres dobozt? Visszatettem az alsó fiókba, ahol mindig tartom. A fiókot nem zárta be? Nem, sosem szoktam. A komornám úgyis itt marad a szobában, amíg én feljövök, úgyhogy nincs rá szükség. A felügyelő arca elsápadt. Értsem úgy, hogy az ékszer a helyén volt, amikor ő lement vacsorázni, és hogy a komorna azóta el sem hagyta a szobát? Hirtelen, mint aki most döbben rá a helyzete súlyosságára, Szélesztén velőt rázó hallatott, és poáróba kapaszkodva összefüggéstelenül hadarni kezdett franciául. Hogy ez a gyanúsítás gyalázat, hogy őt gyanúsítják azzal, hogy Mádámot meglopta, a rendőrök akkor tényleg olyan hihetetlenül ostobák, mint amilyen a hírük. De Monsieur, aki ugyebár francia, belga, szúrta közbe Poáró, de erre a helyesbítésre Szélesztén ügyet sem vetett, mondván, hogy Monsieur nem fogja tétlenül nézni, hogy őt igazságtalanul megvádolják, miközben az a gyalázatos szobalány büntetlenül kisétálhat innen. Neki sose tetszett a képe, ni, milyen pimasz és vörös az arca, született tolvaj! Ő megmondta előre, hogy ez a nő nem megbízható, és a sarkában is volt folyton, amikor madám szobáját takarította. Motozzák csak meg a szobalányt ezek az idióta rendőrök, ő a maga részéről nagyon meglepődne, ha nem találnák meg nála madám gyöngy sorát bár ez a szóáradat sebes és csípős franciasággal hangzott el, Szilesztín taglejtésekkel is kísérte gazdagon, amiből a szobalány részben kitalálta a mondandóját. Mérgesen elvörösödött. Ha ez a külföldi nő azt mondja, hogy én loptam el a gyöngyszort, akkor hazudik, jelentette ki hevesen. Azt az égszert soha nem is láttam. Matazzák meg, visította a másik. Meglátják, úgy van, ahogy mondom. Maga hazudik, hallja! mondta a szobalány, és fenyegetően közeledett a komornához. Maga lopta el, és rám akarja kenni. Én legfeljebb három percet voltam a szobában azelőtt, hogy a hölgy feljött, és maga akkor is itt ült végig, ahogy mindig, és lesett engem, mint macska az egeret. A felügyelő kérdőn nézett. Igaz ez? Tényleg nem hagyta el a szobát egyszer sem? Tényleg nem hagytam egyedül, – mondta Szélesztin kelletlenül. – De ezen az ajtón át kétszer átmentem a saját szobámba, egyszer egy motringfonalért, egyszer meg az ollómért. Biztosan akkor tette. – Maga egy percre se ment el! – vágott vissza a szobalány dühösen. – Csak kilépett, aztán meg vissza. Nagyon örülnék, ha tényleg megbotaznának. Nekem aztán nincs mitől félni. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. A felügyelő nyitotta ki. Arca felderült, amikor meglátta ki az... Á, kiáltott fel. Szerencse, éppen jókor. Üzentem az egyik rendőrnőért, aki motorzni szokott, és már itt is van. Ha megkérhetem, mennyi át a szomszédos szobába. Azzal a szobalányra nézett, aki emelt fővel lépte át a küszöböt, a motozást végző rendőrnővel szorosan a sarkában. A francia lány hüppögve roskat le egy székre. Poáró körülnézett a szobában, melynek beosztását leskicceltem egy papírra. Az az ajtó hová vezet? érdeklődött, és fejével az ablak melletti ajtó felé biccentett. Szerintem a szomszédos lakosztályba válaszolta felügyelő. De ezen az oldalon be van reteszelve. Poáró odasétált, megpróbálta kinyitni, majd elhúzta a reteszt, és ismét megpróbálta. És a másik oldalon is zárva van jegyezte meg. Nos, akkor ez úgy tűnik kizárható. Átment az ablakokhoz, és azokat is egyenként megvizsgálta. Itt egy sincs semmi, még egy balkon sincs. De még ha volna is, csattant fel türelmét vesztve a felügyelő, én nem látom az, miben segítene nekünk, hiszen a komorna nem hagyta el a szobát. Évidem, mondta Poáró teljes nyugalommal, mivel madmazel egészen biztos abban, hogy nem hagyta el a szobát. Poáró mondatát a szobalány és a rendőrnő visszatérése szakította félbe. Semmi, mondta az utóbbi lakonikusan. Megmondtam előre, mondta az erény diadalával a hangjában a szobalány. Az a francia némber meg szégyelje magát, amiért megrágalmazott egy tisztességes lányt. Jól van, jól van, kislány, rendben vagyunk, mondta a felügyelő, és kinyitotta az ajtót előtte. Magát most már senki sem gyanúsítja. Menjen és végezze tovább a munkáját. A szobalány kelletlenül indult kifelé. És őt nem motozzák meg, kérdezte széles térre mutatva. Dehogy nem, dehogy nem! És a felügyelő kituszkolta a szobalányt az ajtón, majd elfordította a kulcsot. Most Szélesztén ment be a kis szobába a rendőrnővel. Néhány perccel később ő is visszajött. Nála sem találtak semmit. A felügyelő arca elkomorodott. Attól tartok, kisasszony, hogy ennek ellenére arra kell kérnem, jöjjön velünk. Mrs. Opelsenhez fordult. Sajnálom, asszonyom, de a bizonyítékok mind erre felé mutatnak. Ha a gyöngysor most nincs is nála, akkor valahol a szobában van elrejtve. Celestin velőt rázó sikolyt hallatott, és megragadta poháró karját. Az odahajolt hozzá, és valamit súgott a fülébe. A lány hitetlen kedve nézett rá. Szí, szí, fan, higgyel, jobb, ha most nem ellenkezik. Majd Poirot a felügyelőhöz fordult. Megengedi, monsieur, egy kis kísérletet végeznék pusztán a magam kedvére. Attól függ, hogy mit akar, válaszolta a rendőrtiszt diplomatikusan. Poáró újra szélesztint szólította meg. Azt mondta nekünk, hogy bement a szobájába egy motring fonalért. A fonal hol volt? A fiókos szekrény tetején, monsieur. Hát az olló, az is. Nem volna túl nagy fáradtság önnek, madmazel, ha arra kérném, hogy most újra menjen be ezekért a dolgokért, ahogyan akkor? Ugyebár idekint ült a kézi munkájával. Széleszti leült, majd poáró intésére felállt, bement a szomszédos szobába, elvett a fiókos szekrényről egy tárgyat, és visszajött. Poáró megosztotta a figyelmét a lány mozdulatai, és egy hatalmas, krumpliszerű zsebóra között, amit a tenyerében tartott. És most kérem, mademoiselle, még egyszer. A második mérés után bejegyzett valamit a noteszébe, és visszasüllyesztette az órát a zsebébe. Köszönöm, mademoiselle, és az ön előzékenységét is, monsieur, hajolt meg a felügyelő felé. A felügyelőt kicsit megmosolyogtatta ez a túlzó udvariasság. Szélesztén patakzó könnyekkel távozott a rendőrnővel és a civilruhás detektívvel. Ezután a felügyelő kurtán elnézést kért Mrs. Opelszentől, majd neki fogott, hogy felforgassa a szobát. Kihúzigálta a fiókokat, kinyitotta a szekrényeket, teljesen feltúrta az ágyat és végigkopogtatta a parkettát. Opelszent skeptikusan nézte. Tényleg azt hiszi, hogy megtalálja itt? Igen, uram, ez az észszerű megoldás. Arra nem volt ideje, hogy kivigye a szobából. A hölgy nagyon hamar felfedezte a rablást, és ez felborította a terveit. Biztosan itt lesz valahol. Eldugta valamelyikük, és nagyon valószínűtlen, hogy a szobalány lett volna. Nem csak valószínűtlen, hanem kizárt szólalt meg csendesen Poáró. Mi? bámult rá a felügyelő. Poharó szerényen mosolygott. Mindjárt demonstrálom. Hastings, kedves barátom, vegye a kezébe az órámat, de vigyázzon rá, családi örökség. Épp az imént mértem le Mademoiselle jövés menését. Első ízben tizenkét másodpercig volt távol a szobából, másodszor pedig tizenötig. Most azt mérje, amit én csinálok. Madame lesz olyan kedves, odaadja nekem az ékszeres doboz kulcsát? Köszönöm. Hastings barátom, lesz szíves azt mondani, hogy most. Most, mondtam. Poáró szinte hihetetlen gyorsasággal rántotta ki a pipere asztal fiókját, vette ki belőle az ékszeres dobozt, beledugta a kulcsot, kinyitotta, kivett belőle egy ékszert, becsukta és bezárta a dobozt, visszatette a fiókba, amit belökött. Mozdulatai, mint a villám. – Nos, Molami? – kérdezte tőlem lihegve. 46 másodperc, válaszoltam. Látják? Nézett körül. A szobalánynak még arra sem lett volna ideje, hogy elővegye a nyakéket, nemhogy még el is dugja. Hát akkor még ez is a komorna bűnössége felé mutat, mondta elégedetten a felügyelő, és folytatta a kutakodást. Bement a komorna szomszédos szobájába. Poáró elgondolkodva ráncolta a homlokát. Hirtelen egy kérdést szegezett Opolszennek. Ez a nyakék, ugyebár biztosítva volt? Opelszent kicsit meglepte a kérdés. Igen, felelt Tétován. Így van. De hát mit számít ez? Vágott közben Mrs. Opelszent könnyes hangon. Én a nyakékemet akarom. Nincs még egy ilyen. Semmi pénz nem kárpótol érte. Megértem önt, madám, mondta Poáró csitítóan, teljes szívemmel megértem. Az érzelmek a legfontosabbak la femme számára, nem így van? De, monsieur, aki a dolgokhoz kevésbé érzelmesen viszonyul, talán némi vigaszt még ismerít majd ebből a tényből. Persze, persze, mondta Opelsen elég bizonytalanul, de azért... A felügyelő diadalittas rikoltása harsant fel. Bejött, és a kezében lóbált valamit. Mrs. Opelsen egy kiáltással felpattant ültéből, mint akit kicseréltek, olyan volt. Anya kékem! Mindkét kezével a kebléhez szorította. Köréje gyűltünk. Hol volt? kérdezte Oppölsen. A komorna ágyában, a matrac rugói között, Biztos még azelőtt lopta el és dugta oda, hogy a szobalánya helyszínre ért. – Megengedi, madám? – kérdezte Poirot gyengéden. Elvette a nyakéket és tüzetesen megvizsgálta, majd egy meghajlással visszaadta. – Attól tartok, madám, egy időre át kell adnia nekünk az ékszert – mondta a felügyelő. – Az eljárás során szükségünk lesz rá, de vissza fogja kapni, mihelyt lehetséges. Opelsen a homlokát ráncolta. – Szükség van erre? Attól tartok, igen, uram, puszta formalitás. Ugyan már, Ed, hadd vigye el, kiáltotta a feleség. Én is jobban érezném most magam, ha elvinni. Le sem tudnám hújni a szemem, folyton az járna a fejemben, hogy valaki megint el akarja lopni. Az a gyalázatos lány. Fel nem tételeztem volna róla. Drágám, ne emézd magad, ne vedd úgy a szívedre. Finoman megfogta valaki akaromat. Poáró volt az, nem távozunk csendben, barátom. Azt hiszem, a mi szolgálatainkra már nincs szükség. Ám mihelyt kívül kerültünk az ajtón, mégis tétovázni látszott, aztán pedig nagy meglepetésemre azt mondta, szívesen megnézném ezt a szomszédos szobát. Az ajtó nem volt bezárva, és mi bementünk. A nagyméretű két ágy a szobában éppen nem volt szálló vendég, Láthatóan poros volt minden, amit az én finnyás barátom a rájellemző fintorral fogadott, míg ujját végighúzta az ablak alatti asztal poros lapján lévő négy alakú lenyomaton. A személyzet nem valami lelki ismeretes, jegyezte meg szárazon. Gondolatokba merülten nézett ki az ablakon, mint aki egész máshol jár. Nos tehát, kérdeztem türelmetlenül, minek jöttünk idebe? – Megrezzent. – Je vous demande pardon, mon ami. Meg akartam nézni, hogy az ajtó tényleg be van ereteselve ezen az oldalon is. – Hát igen. – vetettem egy pillantást az ajtóra, amely abba a szobába vezetett, ahonnan az imént kijöttünk. – Tényleg be van zárva. – Poirot bólintott. – Még mindig látszott, hogy töri a fejét. – De hát – folytattam – mit számít ez? – Az ügy lezárult. Bár csak lett volna rá közben alkalma, hogy megcsillogtassa a képességeit, de ez az a fajta eset volt, amit még egy ilyen csökönyös idióta sem tudott elhibázni, mint ez a felügyelő. Poáró tagadóan megrázta a fejét. Az ügy nem zárult le, barátom. Addig nem is fog lezárulni, amíg rá nem jövünk, hogy kilopta el a gyöncsort. De hiszen a komorna volt. Miért mondja ezt? Miért, miért? Dadogtam. Hát mert ott találták meg, a saját matracában. Lári, fári, mondta türelmetlenül poáró. Az nem a gyöngysor volt. Micsoda? Utánzat, monami. Ettől a kijelentéstől a lélegzetem is elállt. Poáró csak mosolygott szelíden. A jó felügyelő ékszerek terén nyilván teljesen tudatlan, de itt hamarosan szép kis zűrzavar lesz. Jöjjön! kiáltottam, és húzni kezdtem a karjánál fogva Hová? Azonnal szólnunk kell opölszenéknek! Én nem így gondolom. De az a szegény asszony, ebbje! az a szegény asszony, ahogy maga nevezi, sokkal jobban fog ma éjszaka aludni, ha azt hiszi, az égszerek biztonságban vannak csak hogy a tolvaj közben megszökhet az ékszerrel. Barátom, szokása szerint, most is előbb beszél, mint hogy gondolkodna. Honnan veszi, hogy az a gyöngysor, amit Mrs. Opelsen olyan gondosan elzárt ma este, nem volt hamis, és hogy a valódi rablás nem egy sokkal korábbi időpontban történt? Hőha, mondtam döbbenten. Na igen, mondta Pohar óra óragyogva. Szóval előről kezdjük. Előre ment, ki a szobából, ott egy pillanatra megtorpant, mint aki fontolgat valamit, majd a folyósó végébe ment, és megállt a kis fülkénél, ahol most a különböző emeleteken szolgálatot teljesítő szobalányok és inasok gyűltek össze. Úgy tűnt, a mi szobalányunk tart éppen egy kisebb fogadást, és friss élményeit meséli a figyelmes közönségnek. Jöttünkre félbehagyta a mondatot. Poáró szokásos udvariasságával hajolt meg. Elnézést kérek az alkalmatlankodásért, de hálás lennék, ha kinyitná nekem Mr. Opelszen szobájának ajtaját. A szobalány készségesen felállt, és mi követtük őt vissza a folyosón. Opelszen szobája a folyosó másik felén volt, ajtaja pont szemben a felesége szobájával. A szobalány kinyitotta a saját kulcsával, és beléptünk. A lány már épp menni készült, de Poirot visszaszódította. Egy pillanat. Látott-e Mr. Opörsen dolgai között valaha ilyen kártyát? Az egyszínű fehér kártya, amit mutatott, fényes felületű volt, nem közönséges fajta. A szobalány kézbe vette és alaposan megnézte. Nem, uram, nem mondhatnám, de a férfiak szobáival főleg az inasok foglalkoznak. Értem, köszönöm. Poáró visszavette a kártyát. A nő elment. Poáró kis tűnődésbe merült, aztán hirtelen biccentett. Kérem, Hastings, csengessen! Háromszor az inasnak! Engedelmeskedtem, és furdalta az oldalamat a kíváncsiság. Közben Poáró a padlóra borította a papírkosarat, és sebesen átvizsgálta a tartalmát. Néhány perccel a csengetés után belépett az inas. Poáró neki is ugyanazt a kérdést tette fel, és neki is odaadta a kártyát, hogy vizsgálja meg. De a válasz ugyanaz volt. Az Inas sem látott soha ilyen kártyát Opelsen holméja között. Poáró neki is megköszönte, és az Inas, aki kíváncsian nézte a felfordított papírkosarat és annak földre szort tartalmát, kisé vonakodva távozott. Egész biztosan hallotta még, amikor a papírszemetet visszadobáló Poáró tűnődve megjegyezte – az kék biztosítva volt, nem is kevésre. Poáró, rikkantottam föl, már értem! Nem ért maga semmit, barátom felelte azonnal. Semmit a világon, mint mindig. Ami hihetetlen, de mégis igaz. Menjünk vissza a saját szobáinkba. Úgy is tettünk, némán. Ott nagy megdöbbenésemre Poáró villámgyorsan átöltözött. Még ma este Londonba kell mennem magyarázta okvetlenül. Hogyhogy? Hogy? Rendkívül fontos. A munka dandárjával, az agymunkával, ó, azok a csodálatos kis szürke agysejtek, kész vagyok. Azért megyek, hogy igazoljam az elgondolásomat, és igazolni is fogom. Erkül hoárót lehetetlen becsapni. Egyszer még nagyon fel fog sülni, jegyeztem meg. Taszított a beképzeltsége. Kérem, ne dühöngjön, Monami. Számítok rá, hogy megtesz nekem egy szívességet, egy baráti szívességet. Természetesen számíthat rám, feleltem buzgón, mert már szégyeltem iménti kirohanásomat. Mi volna az? A levetett zakóm ujját megtenné, hogy ki kikeféli. Látja, egy kis fehér por tapadt rá. Nyilván észrevette, amikor végighúztam az ujjamat a pipere fiókján. Nem én, pedig figyelnie kéne arra, amit csinálok. A fiókról porkenődött az ujjamra, és mivel a kelleténél kicsi izgatottabb voltam, a zakóm ujjába töröltem. Cselekvésem minden módszerességet nélkülözött, amit rettentően szégyellek, mivel szöges ellentétben áll az elveimmel. És mi volt az a por? kérdeztem, mert poáró elvei meglehetősen hidegen hagytak. Hát nem a borgyák mérge, válaszolta poáró hunyorítva. Látom, a fantáziája már is meglódult. Szerintem szabókréta volt. Szabókréta? Igen, amit műbútorasztalosok arra használnak, hogy a fiókok könnyebben járjanak. Felnevettem. Maga véllator, és én még azt hittem, hogy valami izgalmasat tartogat. Orvó árbarátom, elsököm innen, hogy megváltsam magamat. Az ajtó becsukódott utána, Félig gúnyosan félig szeretettel mosolyodtam el, kezembe vettem a zakót, és a ruha keféért nyúltam. Másnap reggel, miután poáról semmi hírem nem volt, sétálni mentem. Séta közben találkoztam pár régi barátommal, és együtt ebédeltem velük a szállodájukban. Délután autókázni mentünk. Egy defektes kerék miatt jócskán elmaradtunk, úgyhogy már nyolc óra is elmúlt, mire visszaértem a grand Metropolitanbe. Elsőként Poárót láttam meg. Két oldalán az Opölszen házas pár tornyosult, ezért most még a szokásosnál is kisebbnek látszott. Arcán masszív elégedettség ragyogott. Monami Hastings! kiáltott, és felugrott, hogy elém jöjjön. Öleljem meg, barátom, képzelje! Varázsütésre megoldódott minden! Szerencsére az ölelést csak képletesen gondolta, de Poárónál az ilyesmit sosem lehet biztosan tudni. Úgy érti, hogy... Kezdtem. Egyszerűen csodálatos, én csak annyit mondok, szólt Mrs. Opölszen, kövér arcán szétömlő mosolyjal. Ed, ugye, hogy megmondtam, ha ő nem szerzi vissza a gyöngyömet, akkor senki. Igen, drágám, te megmondtad, bizony, és igazad lett. Tanács talanul néztem Poáróra, aki pillantásomra így válaszolt. Az én Hastings barátom a tengerre vágyik, ahogyan itt Angliában a türelmetlenül várakozóra mondják. Foglaljon helyet, és elmesélem magának az egész ügyet, mely immár szerencsésen lezárult. Hát lezárult? Bizony, le vannak tartóztatva. Na de kik? Hát a szobolány és az inas párblő. Nem is sejtette? Még a szabók rétára tett utolásomból sem. Azt mondta a műbútorasztalosok szokták használni. Hát persze, hogy a fiókok könnyen csúsznak. Valakinek az volt a célja, hogy a fiók hangtalanul nyíljon és csukódjon. Ki lehetett az? Egyértelmű, hogy csak is a szobalány. A terv olyan zseniális volt, hogy elsőre nem is tűnt szembe, még erkül poárónak sem. Figyeljen, a következő módon csinálták: az inas, a szomszédos üres szobában volt, ott várakozott. A francia komorna kilép a szobából. A szobalány villámgyorsan kinyitja a fiókot, kiveszi az ékszeres dobozt, és a reteszt elhúzva átadja a másik szobába. Az inas kényelmesen kinyitja az álkulcsal, amit magával vitt, kiszedi a nyakéket, és vár. Szilestin újra kimegy a szobából, és hopp! Az ékszeres doboz egy szempillantás alatt visszakerül, és be a fiókba. Madám megérkezik, felfedezi a rablást. A szobalány jogos felháborodást tettetve követeli, hogy motozzák meg, és úgy hagyja el a szobát, mint akinek becsületén nem esett volt. A nyaklánc utánzatát pedig, amit már korábban beszereztek, a délelőtti takarítás során a szobalány a francia lány ágyába rejtette. Mesteri húzás szá! Na és maga minek ment Londonba? Emlékszik a kis kártyára? Hát persze, nem értettem, hogy mit akar vele, és most sem értem. Azt hittem. Ö... Zavarba jöttem, és opölszerre sandítva elharaptam a szót. Poáró nagyot nevetett. Ümbleg! Hát az inas miatt mentem Londonba. Annak a kártyának a speciális felülete új lenyomat levevésére való. Egyenesen a Scotland Yardra mentem, ahol régi kedves barátunkat, Jeff felügyelőt kerestem, és elébe tártam a tényállást. Ahogy sejtettem, az új lenyomatokról kiderült, hogy két hírhet ékszer új lenyomatai, akiket már egy ideje köröztek. Zsepp ide utazott velem, a tolvajokat elfogták, és a nyaklánc is előkerült. Az inasnál volt. Ügyes páros, de a módszeresség terén mégis hibáztak. Vagy 36-szor mondtam én is már magának, Hastings, hogy módszeresség nélkül legalább 36 szer vágtam közbe. De hol hibázták el? Monami, az a terv jó volt, hogy beálltak szobalánynak meg inasnak, de nem lett volna szabad az ezzel járó munkát elhanyagolniuk. Az üres szoba porosan állt, nem takarították ki. Így aztán, amikor a férfi az ékszeres dobozt a két szobát összekötő ajtó mellett az asztalkára tette, az négy szögletes nyomot hagyott a porban. Emlékszem már, kiáltottam. Addig nem voltam biztos a dolgomban, de akkor már tudtam. Egy percre csend volt. És a gyöncsorom, így megkerült, zengte ünnepélyesen Mrs. Opelsen, mintha csak egy görög tragédia kórusa lenne. Nos, szóltam, én most talán megvacsoráznék. Poáró velem tartott. Ez az eset nyilván öregbíteni fogja a hír nevét, mondtam neki. Pas du tú, válaszolt csendesen poáró, A dicsőséget Jepp és a Brightoni rendőr felügyelő fogja egymás közt megosztani. Nekem viszont, érintette a kezét a zsebéhez, van itt egy csekkem Opölszentől, és, hogy is mondják, ez a hétvége nem a tervek szerint alakult. Mit szólna, ha jövő hétvégén eljönnénk megint? Ezúttal az én költségemem.